Brandner Gábor fegyveres biztonsági őr a Paksi rendőrkapitányságon, és emellett megrögzött futó. 2016 évelején kezdtem, fogyókúra gyanánt, 100 kiló voltam, szokták volt mondani, hogy 100 kiló alatt nincs férfi, és hát már nem igazán éreztem jól magam, és hát mondom, valamit ki kéne találni, a futás volt a legegyszerűbb, és hát elkezdődött. Eleinte ilyen kisebb távokkal, ilyen 3-4 kilométerek voltak, amit futottam, aztán hát onnan így szépen lassan beindult a kilók, ahogy mentek, úgy nőttek a távok, és hát eljutottunk idáig. A futóknál ugye megvannak így a lépcsőfogok, hogy ugye először az ember így szeretné mondjuk a 10 kilométert lefutni, ha az megvan, akkor kicsit tovább gondolkodik, akkor már fél maraton, utána maraton, ezek azért már egy kicsit komolyabb távok, és akkor én is így a fél maratonra készültem. Az, amikor megvolt, ugye ez 41 évesen sikerült lefutnom a fél maratont, és hát úgy döntöttem, hogy 42 évesen akkor lefutom a maratont, ugye ez ilyen klasszikus a futóknál, és hát arra készültem, és akkor ez azt is sikerült 3 óra 45 perc alatt teljesítenem. Brandner Gábor, gratulálunk! Egy óriási teljesítőt köszöntetünk itt a célterületen. Nagyon jó vagy, Gábor! Ebben a sóhajban benne volt minden. Hát aztán ugye onnan tovább lépni, most vagy gyorsul az ember, ami mondjuk szerintem az én esetemben már nagyon nem beszélhetünk gyorsulásról, ugye már most már 46 éves vagyok, vagy pedig a távot emeli, hát és ugye akkor a távemelés maradt, úgyhogy akkor ilyen 42 kilométer fölötti távokat futok, ami ugye már ultratávnak minősül, tehát ilyen 50, 80, 160. Illetve az Ultra Balaton, ami 200, az idén mondjuk 216 kilométer. Ez a finisher póló, ebből ugyebár 115 darab van most az országban, tehát ez nagyon nem fog szembe jönni versenyen kívül, versenyen ott nagyon sok ilyen van. Brandner Gábor épp legutóbbi szerzeményét mutatja stábunknak. Ezt a 15. alkalommal megrendezett Ultra Balatonon nyerte el. Közép-Európa leghosszabb futóversenyét 25 óra 45 perc alatt teljesítette. És hogy honnan jött az ötlet, hogy ekkora távon is megmérettesse magát? Két futócimborám szólt még 2018-ban, így van, hogy háromfős váltóba indulnak, ugye az Ultra Balatont lehet futni váltóba is, és háromfős csapatba neveztek, de egy srác kiesett tőlük, és hát, hogy nem lenne kedvem hozzá, nem mondom, próbáljuk meg, nem futottam még soha csapatba, elmentünk, ugye lefutottuk, akkor ilyen 70 kilométer jutott, de mondjuk azt három részletbe futottam. Megtetszett, ott láttam a, úgymond a nagyokat, az egyénieket futni, és úgy valahogy úgy megfogott, hogy ezt egyszer nekem is ki kell próbálnom, és hát következő évben beneveztem. Elsőre sikerült is, azt mondom, hogy vállalható idővel 28 óra 14 perc alatt teljesítenem a távot. Nem volt egyszerű, de valami tényleg úgy beakadt, meg nagyon megtetszett az egész feelingje a dolognak, és hát azóta is minden évben, ugye tavaly is indultam, de tavaly nem sikerült, 156 kilométernél kiszálltam, volt egy kis probléma, és hát az idén úgy voltam vele, hogy vissza kell menni mindenféleképp, hát ez még most sikerült, mert 25 óra 45 perc alatt. Maradt még benne, tehát azért még lehet belőle faragni, jó, látjuk persze az élmezőny, akik ugyebár ilyen 20 órán belül is le tudják futni ezt a távot, de jó, persze nem ővelük versenyzek, mindig magammal versenyzek, szerintem jövőre visszamegyünk és faragunk belőle. Gábor komoly edzéstervel készül a versenyekre. Azt mondja, örül, hogy anno 5 évvel ezelőtt rávette magát, de nem gondolta volna, hogy ilyen szinten fogja űzni ezt a sportot.